From us to you international, azaz tőlünk neked Erasmus Plus támogatású programot szervezett az Outward Bound Románia és a Máltai Szeretetszolgálat. Az önkéntesség vállalását, a fiatalok elképzeléseinek megvalósítását ösztönző projektről kérdezem a továbbiakban Rácz Renátát, az Outward Bound Románia oktatóját. Üdvözöllek, Renáta! Köszönjük szépen a meghívást! Örülünk, hogy eljöhettél. Hát talán kezdjük azzal, hogy néhány szót az Outward Boundról. Kevesebbet hallunk erről a szervezetről, a Máltai Szeretetszolgálatról annál többet tudunk. Az Outward Bound Románia egy nemzetközi szervezetnek a tagja, az Outward Bound International-nek független tagjai vagyunk. Jelenleg 37 országban működik az egész világon az Outward Bound. És az Outward Bound egy élménypedagógiával foglalkozó szervezet, és igazából arra bíztatjuk a résztvevőinket, hogy kilépjenek a saját komfortzónájukból, és ezáltal az élménypedagógia által valami újat tapasztaljanak meg saját magukról. Van is egy olyasmi jelmondatunk, hogy többre vagy képes, mint gondolnád, és hogyha ezt egyszer valaki tudatosítja benned, akkor már soha többé nem elégszel, meg kevesebben. És hát ez a mottónk, illetve az Outward Bound, mint kifejezés, ez a tengerészetből származik, és azt jelenti, hogy a hajó kihajózásra készen áll, tehát hogy a fiatalokat is erre készítsük fel, hogy felelősségteljesen készen állva az életre vállalják az otthoni teendőket. Ennek a szervezetnek a központja Marosvásárhelyen van, vagy Szovátán? Hát a táborhelyünk a Szovátán van, az Outward Bound központ. Értem. Mert hogy te magad Magyarországról érkeztél, de hogy együttműködsz az itteni szervezettel bizonyára. Na és akkor itt van ez a projekt, amelyről ma beszélünk, és amelyet a Máltai Szeretetszolgálattal közösen bonyolítotok, mert hogy még jelen időben beszélünk róla. Hogy jött össze, miért éppen a két szervezet között a partnerség? A partnerség az úgy jött össze, hogy igazából első körben az Outward Boundot kérték fel az Élmény Akadémia Magyarországi Szervezet egy partnerségre, az Erasmus Plus által. És az Élmény Akadémiánál a tőlünk nektek projekt már 10 éve sikeresen működik, és ők álmodták meg azt, hogy négy másik ország, vagyis hogy velük együtt négy országban máshol is vigyék el ezeket a projekteket, és felkértek minket, mint az Outward Bound Romániát, mi viszont nem dolgoztunk még ezzel a célcsoporttal, és ezért mi megkerestük a Máltai Szeretetszolgálatot, hogy segítsenek nekünk ebben elérni a célcsoportot, illetve résztvevőket toborozni a programjainkra. És akkor beszéljünk egy kicsit a célcsoportról is, ugyan már látjuk a felvételeket a háttérben, és azt is szeretném elmondani, hogy Kulcsár Hunor és Fülöp Edmund készítették ezeket a videókat. Tehát, hogy kiket céloztatok meg, és milyen jellegű foglalkozásokat szerveztetek? Hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgoztunk, és a célcsoport az kb. 13 és 16 éves fiatalokkal dolgoztunk mi itt Romániában. Az résztvevőink, ők három helységből is érkeztek, ugyanis voltak résztvevőink Szatmárnémetiből, az Őrkőről, illetve Bihardiószegről is, és első körben Szovátán zajlott, mivel hogy a fiatalok sem ismerték egymást, Szovátán zajlott nekik egy csapatépítő program, amit az Outward Bound élménypedagógiai módszereivel valósítottunk meg, így például voltunk egy két éjszakás az erdőben kint alvós expedíción a fiatalokkal, és hát az abból levont tapasztalatokat pedig megpróbáltuk tovább építeni, hogy a későbbiek során hogyan tudják használni. Miután visszaérkeztünk a csapatépítőről, rögtön másnap kezdődött is szintén Szovátán a program következő része, ami egy tervező fázis volt, és ebben a tervező fázisban a fiatalok megterveztek egy saját önkéntes projektet, és a saját önkéntes projektet, az pedig a sajátjuk, tehát az egyik saját lakhelyükre tervezték. És hát ott dőlt el, hogy Szatmári Németiben lesz a következő lépcső, helyszín. Az önkéntességnek a helyszíne, igen, amiről már szintén múlt időben beszélünk, ugyanis sikeresen a múlt hétvégén lezajlott az önkéntesség is Szatmárnémetiben,
ami fantasztikusan sikerült, nagyon-nagyon élvezték a gyerekek is, és mi is. Nagyon szép volt látni, ahogy megterveztek valamit, kiálltak, és így meg is valósították. És mit terveztek? Erről mesélj kicsit. Látunk közben néhány felvételt a háttérben. Ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Nagyon sokszínű programot terveztek, ugyanis volt benne ruhát válogattak, és ruhát osztottak, meg vittek el egy idősek otthonába. Előtte felhívták telefonon őket, hogy mire lenne szükség, milyen méretű ruhákat, és hogyan, és nőit, férfit. Ezeket kiválogattuk, és aztán el is szállítottuk az idősek otthonába. Ezen kívül 40 főre főztek a Szatmár Németiben, a Mátai Szeretett Szolgálatnak a központjában. 40 főre főztek egy paprikás a gyerekek. Komplét. A gyerekek főztek. És ezt viszont este vacsorára a hajléktalan szállóra lett kiszállítva, és ezt is szintén ők találták ki, és ők szervezték le. Ezen kívül két délután is tartottak programot náluk kisebb, fiatalabb gyerekeknek, akik szintén egy helyszínre járnak délután iskolába, a Mátai Szeretett Szolgálathoz délutánonként, és a kisebb gyerekeknek tartottak egyik délután játék délutánt, és a másik délután pedig egy sportnapot a szemben lévő Kossuth kertben, ott Szatmár Németiben. És a szombati nap volt a nagy zárónap, ahol pedig kitakarítottak egy játszóteret a Kossuth kertben, amit ők is, illetve a város lakosai is használnak. Kitakarították és lefertőtlenítették a játékokat. Ez nagyon érdekes, hogy valójában csak irányítottátok egy kicsit ezt a csapatot, és akkor ők maguk bontakoztak ki azzal, amit saját maguk elképzeltek. Mesélj egy kicsit így a saját tapasztalataitokról, ti, akik oktatói voltatok, vagy szervezői ennek a projektnek, hogy mennyire fogékonyak a fiatalok, vagy hogy mennyire könnyű, vagy esetleg éppen picit nehézkes ilyen módon együtt dolgozni velük, vagy elindítani őket egy ilyen fajta programban. Igen, hát az elindítás első körben az mindig könnyű, mert lelkesedés, megyünk egy táborba, és akkor utána van egy kisebb, hogy akkor most tényleg csinálni is kell valamit, és akkor vannak nehézségek, de utána, hogyha megfelelő támogatásra állunk mögöttük, akkor így nagyon-nagyon ráéreztek ennek az ízére, hogy hú, ezt most tényleg mit csináljuk, és erre most igazán büszkék lehetünk, hogy mikor kitakarították a játszóteret, és ahogy így befejeztek egy elemnek a letakarítását, így ellepték a gyerekek a játszóteret, és hogy az az érzés, hogy akkor az most már az övék is, ez az ő munkájuk, és ez hosszú folyamat árán jutottak el idáig, hogy ez megvalósulhasson. Miért fontos szerinted, hogy ezzel is foglalkozzanak a fiatalok? Hát mi meg vagyunk győződve arról, az Outward-ban Romániának, illetve ennek a Tőlünk Nektek programnak is a célja, hogy felelősségteljes fiatalokat neveljünk, és azáltal, hogy egy ilyen tapasztalat által megtapasztalják azt, hogy ők is önállóan képesek valamire, amit ők elterveztek, és ezt meg tudják valósítani, mi hiszünk benne, hogy ez hosszú távon is a hasznukra válhat. És ugye beszéltünk arról, hogy ez még nem járt le, még lesz egy következő része ennek a programnak. Igen, november végén a résztvevő fiatalokat, akik a tervezés részében, illetve a lebonyolításban részt vettek, őket Szobátára várjuk még egy záró hétvégére, ahol lesz kis meglepetés is, pihenés, megyünk a Parajdi Sóbányába, egyet a Kalandparkba velük, és utána pedig egy teljes napot különböző lezáró beszélgetéseket fogunk tartani, hogy mit tanultak ők ebből, mit tudnak ebből továbbvinni, illetve beszélünk a jövőt illetően is, hogy szeretnék-e folytatni, mert mi mindenképp szeretnénk, de hát ehhez ők is kellenek, úgyhogy reméljük. Mégis ez egy jól átgondolt program. Te magad mivel foglalkoztál, vagy hányan voltatok irányítói, oktatói ennek a projektnek? 8-an voltunk a programban, 4 fő volt a Mátai Szeretett Szolgálat részéről, illetve 4 oktató az Outward Band Románia részéről. Az Outward Band Romániánál mi oktatóként dolgozunk, és igazából mi azt szoktuk mondani, hogy hát a mi osztálytermünk a természet. Úgyhogy igazából mint egy pedagógus, csak egy kicsit más eszközökkel. De a célunk az nekünk is az, hogy a gyerekeket társadalmi értékeket mutatni, igen. Értem. És akkor ez a lezáró része, ez már olyan körülmények között zajlik, amikor mindenki ismer mindenkit, meg már jól összeforrott csapat dolgozik tulajdonképpen, ugye? Mindenképp. Tehát, hogy ez már egy
hát egy lezárása a folyamatnak, ahol megnézzük tényleg, hogy mi az, amit ők magukkal visznek, és mit tanultak, illetve hát meg is ünnepeljük. Érte. Rendesen, hogy szép teljesítményt. És még itt sem ér véget ez a történet, mert hogy a jövőre is gondolkoztok abban, hogy hogy folytatnátok. Igen, az Erasmus Plus által támogatott projektben még vannak olyan elképzelések és olyan lépések, amik 2020-ban fognak megvalósulni. Például hivatalosak leszünk egy magyarországi konferenciára, a Forrás konferenciára, ami élménypedagógiai szakmai konferencia, és itt be fogjuk mutatni, hogy igazából mi mit hoztunk létre és mit tanultunk, illetve lesz egy nemzetközi találkozó is, ugyanis a projekt az úgy volt nemzetközi, hogy Szlovákiában, Svédországban és Magyarországon is párhuzamosan zajlottak a miénkhez hasonló programok, és lesz egy találkozó, ahol mind a négy partner ország szervezetéből eljönnek a fiatalok is, illetve a kísérők, az oktatók is, és megnézzük, hogy kinél hogyan alakult a projekt, és ki milyen szép eredményeket zárt. Lesz, amiről beszélni. Rácz Renától köszönöm biztos szépen, hogy eljöttél ma hozzánk. Köszönjük. És további jó munkát kívánok nektek. Köszönjük szépen a meghívást.